Az elmúlt hetekben több forrásból is értesülhettek arról szurkolóink, hogy a Fradi labdarúgói, hokisai, kézisei vagy akár korcsolyázói között is rengeteg olyan sportoló akad, akik hatalmas kutyabarátok. Közéjük tartoznak a Háfra nővérek is. Sziasztok! Sziasztok! Noémi és Luca régóta nevelnek kutyát családjuk házánál, nemrég viszont új kedvenccel bővült a família. Hölgyeim és uraim, következzen Igor és Mia egyenesen a Háfra család kertjéből. Igornak hívják, és 13 éves, most már hát talán 4 hónapos lehetett, mikor hozzánk került, mi is nagyon kicsik voltunk még. Igazából együtt nőttünk fel, és most kezdik el észrevenni rajta, hogy öregszik azért. Nagyon sokat fekszik, és én kezdem egy kicsit érezni, hogy tényleg én megöregszik, és én is öregszem vele. Úgyhogy ő egy nagyon nyugodt kutya, hiszen pont abban az időszakban voltunk, amikor nagyon sokat voltunk el itthonról, és neki ehhez kellett hozzászoknia, hogy sokat van egyedül igazából, és hogy ha hazajövünk, akkor nem összedögönyözzük, és játszani tudunk vele, hanem ő így el van a kis maga világában, úgyhogy most már fekszik egész nap. Ő is shih tzu, mint Igor. Ő most 5 hónapos körülbelül, nagyon játékos. Hát ő, igen, ő meg az ellentétje, meg egyáltalán nem szeret pihenni, tehát őt nagyon le kell fárasztani ahhoz, hogy ő sokat pihenjen, aludjon este. Ő nagyon, nagyon hiperaktív egy kis kutya még. Mia. Igen. Jóta szerettünk volna a társat Igi mellé, mert volt egy bullmastifunk, és ő vele nőtt föl, és nagyon szerették az egymás társaságát, de ugye ő elpusztult sajnos, és utána egy ideig még egyedül volt, ugye, mivel hogy ugye a kézilabdával sokat utazunk, nem akartunk még egy kiskutyát, így egy pár évet most vártunk, és hát folyamatosan keresgéltük amúgy, hogy lehessen valami társat mellé, és így maradtunk, akkor legyen shih tzu, még egy shih tzu. Most még egy kicsit bajba vagyunk, mert nem nagyon akarja elfogadni, ugye, mivel kicsi és hiperaktív, ugrál rá, még húzogatja, vonogatja, és ő meg ugye nyugodt és öreg, szóval hogy ő meg nem bírja ezt, úgyhogy most ott tartunk, hogy most már elviselik egymás mellett egymást, de hogy azért még, hogyha a helyére oda megy az Iginek, akkor ő elsétál onnan, akkor átengedi a helyét. A shih tzu kutyafajta igazán illik a lányokhoz. Jellemzése szerint általában okos, szeretetteljes, intelligens, eleven. Mi úgy tudjuk, hogy ők ilyen királyi kutyák voltak Ázsiában, úgyhogy ők eléggé ilyen emberközpontúak, ők nagyon szeretnek az emberek mellett lenni, tehát így is, amikor fekszünk, mindig keres minket, mindig ott van mellettünk. A Mia az nagyon-nagyon közvetlen. Így is, bár ő így nyugodtabban, ő inkább oda sétál, megszagolgatja az embereket, de a Mia az oda megy, aztán már mindenkit leteper, úgyhogy. Igi az imád sétálni, ő nagyon szereti, hogyha már látja, hogy megfogom a pórászt meg a nyakörvet, akkor ő már jön és rázza a farkát. Miát most szoktatjuk hozzá, hogy sétálni kell. Igaz, Igi nem tud póráz nélkül sétálni, szóval ő neki folyamatosan pórázon kell lennie, és a Miát próbáljuk arra szoktatni, hogy a lábunkhoz póráz nélkül el tudjuk engedni, és nem menjen el, úgyhogy ezekhez most az olyan szavakat, meg a hangsúlyt kell úgy tanítanunk neki, hogy ő ezt tudni fogja, hogyha elmegy, akkor is, hogy visszajöjjön hozzánk. Nézd, itt van a kezembe, de pacsi. Gyere, jó, másik? Hozzá. Jó? Fordulj egyet. Gyere. Úgy. És gyere, feküdj le. Ügyös vagy. A Mia is, hogy játszunk, nagyon labdacentrikus, szóval sokat labdázunk, és én annak örülöm, mert Igi ő fél a labdától, szóval hogy ő nem, ő tényleg az ellentétje, de Mia az meg kézilabdás lesz ő is, szóval tanítjuk már őt is labdázgatni, úgyhogy én nekem mindig mosolyra derítenek, hogyha hazajövünk, és kicsit velünk vannak. Ő? Ügyes! Ügyes vagy. Ilyen.